Ebben a csendes dán kisvárosban egy olyan családdal találkozunk, akik felfoghatatlan dolgokat éltek át. Miután az apát megölték és megcsonkították Assad elnök katonái, 2015-ben gyerekei és felesége elmenekültek Szíriából. Mind az öten menekült státuszt kaptak Dániában. Az édesanyját azóta poszttraumás stressz-szindrómával diagnosztizálták. Félelemre és könnyekre emlékszem. A férjemet megölték, a gyerekeimnek el kellett hagyni az otthonukat. A bombák robbanására, a repülők zajára, a rajtaütések hangjára emlékszem. Idén márciusban levelet kaptak. A menekült státuszukat felülvizsgálták. Két idősebb testvér, az egyik Dániában házasodott, a másik most kezdi a középiskolát, maradhatnak. Az anyának és a két lánynak, az egyik 10, a másik 12 éves, vissza kell térni a damaszkuszi régióba, amelyet a dán hatóságok biztonságosnak tekintenek. Miért akarna bárki is visszamenni? Attól félek, hogy letartóztatnak és kikérdeznek, hogy hol voltam, hol voltak a gyerekeim, hol a két fiam, miért nincsenek a hadseregben. Ez a rezsim nem ismer kegyelmet, ami engem illet számomra Szíria nem biztonságos. Egy csomóház összedőlt, nincs működő oktatási rendszer. A család megfelebbezte a döntést és több tüntetésen is részt vett. A Dániában élő 35 ezer szíriai állampolgárból körülbelül 200-an vannak hasonló helyzetben. Az első levelek megérkezése után ülősztrájk kezdődött a dán parlament előtt. Samer 57 éves, 2014-ben kapta meg a menekült státuszt. Most éhségsztrájkba kezdett és kórházba került. Nagyon sokan attól félnek, hogy a dán kormány visszaküldi őket Szíriába, ezért elmentek más európai országokba. Azok közül, akik visszamentek Szíriába, egy-kettőt már a reptérrel elkapcsoltak és kivallattak, azóta sem hallottunk róluk. A szociáldemokraták vezette dán kormány szerint a döntést a független menekültügyi fellebezési testület következtetéseire alapozták, amely 1200 a Damaszkusz régióból érkezett menekült státuszát értékelte újra az elmúlt évben. A bevándorlásért és integrációért felelős dán miniszter nem nyilatkozott az Euronews-nak, mindössze egy közleményt küldött. Dánia az első naptól nyitott és őszinte volt, világossá tettük a szíriai menekülteknek, hogy a tartózkodási engedélyük ideiglenes és visszavonható. Ha a védelemre okot adó helyzet megszűnik, a dán kormány védelmet nyújt annak, akinek szüksége van rá, de amikor az anyaországban javulnak a körülmények, az egykori menekülteknek vissza kell térniük és újrakezdeni az életüket a saját hazájukban. A dán néppárt a harmadik legnagyobb frakcióval rendelkezik a parlamentben. Elvetik a multikulturalizmust, és azt hangoztatják, hogy Dánia nem bevándorló ország. Bár technikailag az ellenzékhez tartoznak, a menekült ügyben támogatják a kormány álláspontját. Ez nem politikai döntés, ez egy bírói döntés. Amellett lehet érvelni, hogy valakinek nem most kelljen visszatérnie, hanem egy-két év múlva. Ez nem politikai kérdés, hanem jogalkalmazói. Az aktivisták szerint két Európai Uniós ország tartja elég biztonságosnak a Damaszkusz régiót ahhoz, hogy a menekültek oda visszatérjenek. Az egyik Dánia, a másik Magyarország. Ez a két ország túl kemény, vagy a többiek túl naívak? Minden tiszteletem mellett nincs sok értelme így felvetni a kérdést. A kérelmeket egyénileg bírálják el, simán lehet, hogy az egyik szíriai állampolgár biztonságban visszatérhet a Damaszkusz régióba, a másik meg nem. A dán hatóságok szerint különböző forrásból származó jelentések széles körének áttekintése után jutottak arra, hogy Damaszkusz biztonságos. Az Amnesty International dán irodája szerint csak a bombázás szűnt meg, a hazatérők ettől függetlenül az életüket kockáztatják.
Tudjuk, hogy aki hazatér Szíriába, azokat biztonsági átvilágításra megállítják, és kikérdezik őket azok a biztonsági erők, amelyek súlyos emberi jogi jogsértéseket követtek el. Például? Yes, for instance, mistreatment, torture. Rossz bánásmód, kínzások a börtönben, emberek eltüntetése. Úgy értem, hogy a biztonsági erők elviszik ezeket az embereket valahová, és soha nem kerülnek elő. Letartóztatnak embereket. Kivégzésekről is tudunk. Szíria jelenleg egyáltalán nem biztonságos. A Koppenhágai Egyetemre tartunk, ahol a bevándorlási és menekült jog szakértőjével találkozunk. Kritizálhatja az EU a dán politikát, de Dánia már korábban szabályosan felmentést kért és kapott az európai menedékügyi szabályozás alól. Mivel nincs diplomáciai kapcsolat Szíriával, legálisan nem toloncolhatják ki oda, akinek visszavonták a menedékjogát. Ez azt jelenti, hogy ha ezek az emberek maguktól nem mennek vissza, akkor Dánia nem sokat tehet. Nem lehet kényszerintézkedéssel visszaküldeni őket. Ettől függetlenül ez nagyon súlyos helyzet annak, akit érint. Megáll az integrációs folyamat, nem ugyanolyan feltételekkel vehet részt a társadalmi életben. De egyelőre nem tudunk konkrét példát arra, hogy valaki önként hazatért volna, miután a menekült státuszát visszavonták. Az Alata család terveiben sem szerepel, hogy önként hazatérjen Szíriába. Így viszont a jogi senki földjén találhatják magukat egy dán központban. A sorsuk az ügyvédjük kezében van, de nem adják fel. A húgaim olyanok, mintha gyerekeim lennének. A kisebbik néha apának szólít. Nem engedem, hogy hazaküldjék őket Szíriába. Az a döntés, hogy visszaküldenék őket Szíriába, elviselhetetlen, bármilyenek is legyenek a körülmények. Még ha egy kitoloncoló táborban lennének Dániában, azt is könnyebb lenne elviselni, mint hogy azt lássam, hogy visszaküldik őket Szíriába.